Itt a Baranya megyei két új falun történt egy tragikus eset. A település egyik lakója eddig tisztázatlan körülmények között elhunyt. Vasárnap este 7:30-kor érkezett egy bejelentés a katasztrófavédelemhez. A telefonáló a tűzoltóknak azt mondta, már két hete nem látja sem ő, sem a szomszédok azt az idős, egyedül élő embert, aki már ajtót sem nyitott. Ezért riasztották az egységeket és vonultak a József Attila utcai családi házhoz. A szigetvári tűzoltók vonultak a helyszínre, a családi házban egy tűznyomát, illetve egy holttestet találtak. Mint kiderült, a hálószobában egy ágy és egy fotel égett korábban, tűzoltói beavatkozásra már nem volt szükség. A tűz keletkezésének okát a katasztrófavédelem vizsgálja. Az ilyen tragikus kimenetelű tűzesetek többsége megelőzhető lenne egy néhány ezer forintos füstérzékelő beszerzésével. Különösen ajánlott ez egyedül élő idős emberek számára, hiszen ez az eszköz már a tűz keletkezésének idejében riaszt bennünket. Ha pedig nem a füst, akkor a szénmonoxid az, ami szintén veszélyt jelenthet. A színtelen, szagtalan gáz észlelésére alkalmas készüléket is érdemes beszerezni, ezekről listát is készített a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint érdemes 3-5 évente cserélni a készüléket, de az is fontos, hogy konyhába vagy fürdőszobába, ahol magas lehet a páratartalom, ne helyezzük az érzékelőt.